Elromlott a régi autó, ezért majdnem 10 millióért kapott újat a Bethlen Gábor alapkezelő vezérigazgatója. Egyebek között ez derül ki a miniszterelnökség első féléves költségének listájából. A főgáz vezetője 12,5 milliós autót kap majd, a Magyar Postánál pedig nagyjából havi 1 millió forintot költenek munkahelyi értekezletekre. Az adatokat az MSZP kérte ki, szerintük ebből is az látszik, hogy indokolatlanul nagy lábon él a miniszterelnökség és a hozzátartozó szervezetek. A miniszterelnökség épülete a Kossuth téren. A külsejét már felújították, most pedig az irodabútorok egy részét is lecserélik. A miniszterelnökség első féléves költéséből derül ki, hogy több mint 7 millió forintért vásároltak bútorokat, tájékoztatásuk szerint egyszerű furnírozott darabokat. Például íróasztalokat 1 millió 56 ezer forintért. A tárca tájékoztatása szerint ennyi pénzért 3 darab asztalt vettek, vagyis egy íróasztal átlagosan 352 ezer forintba került. A miniszterelnökség a háttérintézményein sem spórol. Itt a Budai Várban működik a határon túli támogatásokat szétosztó Bethlen Gábor alapkezelő ZRT. Ennek a vezérigazgatója havi 1,4 millió forintot keres, a Nemzeti Eszközkezelő Felügyelő Bizottságának tagjaként plusz havi 100 ezer forint is jár neki. És szolgálati autó méghozzá felső kategóriás. A miniszterelnökség szerint a vezérigazgató előző autója tönkrement, ezért újat kellett vásárolni 9 millió 690 ezer forintért. A főgáznál valaki még drágább autóval járhat majd. A tárca beszámolója szerint itt egy 12,5 milliós autót rendeltek, de még nincs a cég tulajdonában. Kérdeztük a miniszterelnökséget, hogy mi indokolja, hogy ennyi pénzért vegyenek autót. Azt válaszolták, hogy amíg a főgáz nem volt állami tulajdonban, drágább autókkal jártak a vezetők. A Magyar Postánál a munkatársakra költenek. Személyi reprezentáció címszó alatt majdnem 5 millió 700 ezer forintot 6 hónap alatt. A miniszterelnökség szerint ez valójában a munkahelyi értekezleteket jelenti, erre ment el majdnem havi 1 millió forint, például vezetői tájékoztatókra vagy ünnepségekre. Az MSZP szerint a Fidesz hazudott, amikor olcsóbb államot ígért. Hát ez nem az olcsóbb állam, hanem a tipikus esete annak, amikor nem a saját pénzét költi az ember, akkor az csak herdálja. Több alázatot kéne gyakorolnia a mostani miniszterelnökségnek és a kormányzatnak is. Az MSZP szerint azzal, hogy szinte minden kormányzati háttérintézményt betagoztak a miniszterelnökség alá, Lázár János tárcája egy külön kis királyság lett, ahol arra költenek, amire csak akarnak.